Baj, viszont az érdekel minket, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megosztjuk a magyar nézőkkel, hogy igazából nem is tudom, hogy most jelen pillanatban pontosan mire is várunk. Santiago, azt megkérdezem Most a srácoktól? éppen a Refuse mixére várunk, hogy rupuljon. Mi volt a kérdés? Hogy megkérdezni a srácoktól, hogy pontosan mire is várunk, hogy miért nem kezdődik el a második Signed It Strike-on. Igazság szerint azért nem kezdenek, mert most ha, ugye mivel van delay, és hallgatják vissza azt, hogy milyen nyelven és milyen minőségben közvetítjük a meccset, ezt hallgatják, ezen nevettek egy jót, és nagyjából már meg is ruppoltak, és lassan kezdődik a mérkőzés, és hát a mérkőzésnek a második féléje. Na jó, hát akkor good luck mindenkinek a második side-ra. Na, hogy van? Good luck and have sex? Hát lehet így is fogalmazni. Na nézzük, sex azt, hogy fogja meg védőből. Remélem ez barátom nem hallotta. Nézzük, eddig úgy figyelmeztetek azt mondok, de egy futóba, két futó volt ebből egyet, de nem igazán akart megdegleni szegényke. Szóval ennek Remix, illetve Trump segei. Na nézzük Sexast, nem is én őt fogatom. Bejutottak a plantra, ami nem egy új jó dolga. Ajj, Farvi, milyen missing shotot csinált? Rakják a bombát 2v2, ment egy antiplan néz, ami viszont jó. Is fogják nézelni. Nem, elrontott a nédet, Sexus el fogja lőni, el is lőtte, egyedül maradt Cero. És nagyon messze van, és nincs neki kirakva a bomba, ez több, mint valószínűleg lefogja. És még a füst is ott van! Ez esélytelen, ezt már lehozza az Irin, ez. Így is van, szerzel lövő Cerót, és a bomba hatástalanítva lesz egy másodpercen belül. Nem lett volna rossz az ötlete a Remixnek, viszont Sztyerken nagyon ketchupos volt a rádobott név miatt. Az engem nem érdekel, a ketchupot szeretem, de inkább csak meleg szendvicsen. A ketchup az mindenhogy jó. Csak meleg szendvics által. Ej, cika, szex az lője, szex az kettőt, cika legyet! És erre csak Sztekó tud válaszolni. Nézzük, hogy a srác Fabri hogy fogja már kihozni ebből a situációból. Egy feget már összeszedett magának, most jön a második fut érte, kell neki, szüksége van rá, kell meg! Texas Nedeli! Ha jól láttam, akkor 7-5-ről lett 7-7. Tehát a Sirines lényegesen jobban véd, és Texas már 20-at lőtt, miközben a második a csapatból csak 9-et. Hát megkapta a kis figyét. Azt kell, hogy mondjam. Elég rendesen. De ez nem probléma, Irin ez egy dupla néddel kezdenek a srácok, két játékos ki is esett a védő támadó oldalon, de az Irin eznek nagyon jó, közben kifülelt a Texas, hogy bementek középházba, ami így megint dupla tripla átra, nagyon szép. Adamello dobott egy plusz 10-et, illetve mellott egy plusz 5-öt, közben nagyon gyorsan lefüggették az Irin ezről a Remixről tört. Nézzük, micsoda kis gyors antipantokat dobálgatnak, és antipantokat, rásnéveket dobálgatnak. A köröt úgy kezdődött el, hogy semmelyik oldalt nem esett ki senki gránát által, ami viszont jó, Stefko Márkot likvidálta, Drunk, Adamellót. Nagyon szép Refuse mix előnyben van, benne is vannak a planton, csak át kell jutniuk a túloldalra. Texas közben úgy van, hogy fönt és próbálja a lehető legjobb pozíciót megtalálni arra, hogy az ellenfél tikvidálja, ez egy össze is jött, Fabri megvan. Ott a második feg, nagyon szép volt, Setekót meglőtte. KP-val bezárazza, úgy gondolja, hogy neki lesz a legjobb, csak nem tudja, hogy sorban vannak, és oldalon fogják lőni. Így van, meg is történt a sorban, Ceros oldalba lőtt, a Texas lövi módunkban, nem adja be neki, viszont szuper ketchup mód be van kapcsolva, cikán fut rá, de nem látja esélyét, nem is, Ceros benózumolta, nagyon szépen lehozták a kört, 8-8-ra módosult az állás. Hú, ez egy elég pörgős kis tör volt, nagyon szépen lereagálták a Erineszek, hogy a Refuse-nak a mixellúja mit fog csinálni. A Refuse Mix csapata nagyon gyorsan be tud kerülni erre, viszont nem mindig tudnak ezzel kezdeni. Most is Drunk bent volt szobornál, kilőtte Adamellót, és a hátából lőtte ki.
5 melit. Tehát be tud menni áron. Bent vannak szobornál és bent vannak középen, de nem tudnak ezzel a helyzeti előnyel mit kezdeni. Amit én valami szerintem megértek, mert én úgy tapasztaltam. Maga abból, hogyan ahogy játszok, meg ahogy mixelek. Tehát ha be tudok menni strike-on ára, akkor megvan a kör. És ezzel most a refuse mix nem tud mit kezdeni. Hát igen, úgy néz ki, hogy ez eléggé bevált a srácoknak. De nézzük, lehet, hogy a refuse-ok most be tudnak menni, bár nagyon-nagyon szembe fogják magukat állni a flaggel. Igen, az a melónak az első flag is megvan. Ott a második mellittől, de még Drump is ott van, Drump is ott van, lehet, hogy nem fog. Odd error. Miközben a turbo kifejtődik, én itt vagyok. Vito, megtenni nekem annyit, hogy egy scoreboardot mutatsz, azaz egy tabot nyomjál, légy szíves. Egy olyan 20 másodperc erejéig, hogy tudják nézni, követni a nézők azt, hogy kinek hogy áll a frag aránya, de közben el is sorolnám azt, hogy a Refuse Mix csapatával kezdem. Zero 17, 3, 12, Farbi 14, 0, 12, Dranf 13, 1, 14, Esteko 8, 0, 18, és Snurkian 2, 1, 10, miközben az Imi csapatán Sextus 25, 2, 12, Mellé 13, 0, 12, Adamello 11, 4, 15, már 12, 1, 10, és Cikannál pedig 8, 2, 14. Közben... Összekoztam szerverre, egy fél kört nagyjából kihagytam. Köszönjük szépen a TB-nek a kitalálójának. Nézzük! Refuse elég szépen be tudott futni B-re. Nagyon szépen lefejelt a Sextust. Viszont nem tudják, hogy még van egy tipálatot, nem tudja, szembe találja magát, szembe találta. Dranf maradt egyedül, nála a bomba ennyi előnye van, viszont két oldalról nézik őt, és ő ezt nem tudja. Van egy entesnél, illetve van egy csipaház fent. Illetve módosítanám a csipaház fentet, azt pontosan tudja, de hentest azt nem. Dranf minden egyes pontra benéz, mert úgy gondolja, illetve le szeretnék hozni ezt a kört, ami most nem jött össze, mert valami iszonyatosan kurva helyre ült be mellé. 11-8 állás. A bindekből ítélve jól emlékeztem, hogy Sextus volt az eszopott csapatába két hónap erejéig, ugyanis bindeli is azt, hogy VR eszoba, drop your weapons. Draft el a pont, 3-ba el is elejtette. Nem bírta oldalba. Cikán plusz 10-szal. Majd Cero lövi ki, és erre ezt nyörken válaszol, melyivel Markot lövi ki. Kiskolával. 2-2, nem? Ja, 3-2, tényleg 3-2. 3-2, Esteko, Cero, Snorkan és Mellit Adamellóval szemben. Nagyon szépen kilőtte Adamellót, így nyílt, ismét nyílt az út, lehet menni be alfele, de srácok úgy gondolják, hogy inkább B-fele csúsznak el, mert Cero B-fele megy a bombával, de ez most már lényegtelen, mert megölték Mellit, így 11-9-re módosult az eredmény, lehozták a kört, úgyhogy lényegtelen volt, hogy melyik oldalra mennek. Úgy gondoltak, hogy rámennek a flagre, és az egy biztos kör lesz. Sextus nagyon belepörgött a játékban, nagyon belepörgött, 26 fregnél jár, míg a második csapattársak, hogy 15-nél, illetve a Cero is még idézőjelbe rakva csak 20 fregnél jár. Nagyon-nagyon pörög, Fabri kilőtte Markot. Sextus látja útszát, luftot lő, nagyon-nagyon sokan megint luftot lőtt. Úristen, mennyit lőhetett volna ott, de nem lőtt, sajnos oldalba lőtték, illetve Dramp nyomott egy jó kis szuper TK-t, meg volt a napi TK-ja. Nem probléma, viszont nem probléma. Viszont bent van Planton és Robja. 1v3, Mellik 1v3 maradt, és szembe van, igen, hát ebből nem tud sok mindent kihozni szegénykét. Ketten lőtték, plusz még plantolták is a bombát, és nem tudom, Turbo, te hogy realizálod a helyzetet, viszont 11-6-ról jött fel, 11-10-re a Refuse Mix csapata. Hát azt még nem mondanám annyira nagyon-nagyon durva feljövetelnek, de tény és való, hogy nagyon-nagyon jó irányba haladnak arra, hogy mennyire ezt a mappot, mivel valószínűleg ez az Erinez csapatát megtörik lelkileg, és ezáltal sokkal több kört tudnak hozni, mint amit eddig hoztak, ami eddig is nagyon szép teljesítmény volt Ginorban ráadásul. Én sem azt mondom, hogy ez egy fantasztikus coming back, hanem azt, hogy tényleg, tehát 11-6-11-10. De nagyon szép eddig, ne szóljuk el, de így nagyon van, szép van, eddig. Így van. Hoppá, kiszúrták a csipát, a Sextus le is lőtte. Igazán még egyet lőtt, Esteptot is kizette. Viszont nem tudja azt, hogy Cero is itt van torony aljába, és a bombával megy fel torony fentre. Azaz, Overlookra. Most kinéz, egy Cero meglátta azt, hogy van, és különböző Sextust. A Cero, nézzük, hogy lehozza ezt a kört, és ezzel tovább öregvíti a
green streaküket a srácoknak, de több mint valószínű, hogy ezt a kört bukják, igen, és megtörtént a green streaküket. 12! Félig vakulva volt, én azt mondom, hogy rá tudott volna rádani erre. Kicsit, mintha elrontotta volna ezt a végkimenetet. Jó, kívülről más nézni a játékot, mint hogy benne lenni élőben. Egyértelmű, nem ezt tagolom és nem ezt mondom, de én azt mondom, hogy meg lehetett volna, hogy kicsit jobban koncentrál. Ez csak az én szemből. Hú, nem, Márknak az ölébe potyantani ér, majdnem, hogy egy pusztárba vitte a nagymamához. Nagyon-nagyon csúnyán melkason vitte a gránátot, közben cikán kirőtt eszektot, és Márk már válaszol is. Opa, bocsánat, Dampf válaszol, már csak hosszabbította a listát. 2v4, az, 2v4, nem pillanatban Dampfnál a bomba. Nem sokára Fleggel találkozik. Mondja Csantiágy. Egy kérdés, Turbo. Nyom meg a tabot, és nézd meg a scoreboardot. A Refuse Mix csapatából Snurkian nagyon gyengén teljesít. Mit gondolsz, hogyha meg lett volna az, hogy ő is tényleg 10-15 hoppá, körül... Hoppá, BO1 volt! Akkor meg lett volna... Mi úgy informálódtunk, hogy BO3, de akkor ezek úgy szerint, látszik, ezek hogy... Ezek mégis BO1. Látszik, hogy egy strike volt, és ennyi volt, 13-10-re nyert... 13-10-re nyert az Erinnes csapata, úgyhogy ezúttal is gratulálunk nekik. Hát ez így eléggé váratlan volt így a vége, már megbocsásolom minden néző, hallgató, játékos, meg mindenki. Elnézést kérünk, nem tudtuk, hogy BO1 lesz, viszont így az Erinnes csapatának ezúttal is gratulál az eSports Online-nak a team gárdája, illetve az admin gárdája, hogy megnyerték a Grunex kupát, illetve második lett akkor a Refuse-nak a Mix csapata, és a harmadik helyért lementek már a mérkőzések, vagy most jelen pillanatban zajlik, vagy már megvan, hogy ki a harmadik, ezt ugye ezt tudjuk el, Santiago? Ezt pontosan nem tudom, de ha kell, akkor megkérdezem azonnal. Azt megköszönnénk, és akkor utána akkor valószínűleg már ennyi voltunk. Ezt közöljük veletek, hogy ne legyen már most kérdezem. Mivel a Cracked kiesett a döntőbe jutásért, ezért valószínűleg, hogy ők játszották a harmadik helyért való mérkőzést. Úgyhogy rájuk is írtam, hogy lejártásra került, vagy még függőbe van. Még választ nem kaptam, de remélhetőleg egy másodpercen belül, igen. Rendben, addig Vítók elkápráztott titeket egy kis muzsikával, hogy addig se legyen unalmas a közvetítés. Ha a harmadik helyért való mérkőzés lesz, akkor nem sokára visszajövünk. Ha nem lesz, akkor meg elköszönünk tőletek, és akkor bemondjuk az eredményt. Addig is viszont hallásra, meg látásra mindenkinek. Hajrá! She smelled of daisies.